Ennyi egy élet. Olyan gyorsan illan el, mint amilyen hirtelen jött. Megszületünk, majd meghalunk, és miközben haldoklunk, miközben a mentősök az életünkért küzdenek, és látjuk a szeretteink riadt tekintetét, közben azon gondolkodunk, hogy mi vár ránk, ha ennek az agóniának vége. Hogy van-e oda át valami, vagy csak némán eltűnünk a semmiben. Újraélesztenek. Közben már alig kötődsz az élethez, és az egyetlen élő, ami a kezedet fogja, az egy ismeretlen mentős keze. Már az intenzíven vagy. Az élet jelei gyengülnek, és a téged körülvevő világ sokkal inkább tűnik valamiféle álomnak, mint valóságnak. Aztán megtörténik. Minden elcsöndesül, és eláraszt valami végtelen nyugalom és szeretet. Már nem félsz többé. Már te magad sem vagy többé. Egy alagútban találod magad, amelynek a végén fény árad. Elkezdesz szép lassan közeledni ehhez a fényhez. Melegséget érzel, és érzed minden régen hunyt szeretted jelenlétét. Elkezded hallani a hangjukat. Libabőrös lesz a hátad, és tudod, hogy végre otthon vagy. A legtöbbünk valahogy így képzeli a túlvilágot, a mennyországot, az örök létet, ahol az emberek lelke tovább él. Vegyük például a műtőben megtörtént eseteket, nagy visszatéréseket. Sokszor a betegek a szívújraindításának élményéről pontosan beszámolnak. Ez azért döbbenetes, mert arról az időszakról, amelyről ő beszámol, nevezetesen a szívújraindításának élményéről, abban az állapotban ő a tudomány mai állása szerint nemhogy nem érezhet semmit, de nem is élhet. Az utóbbi években több tucat hasonló, a kómával kapcsolatos paranormális élményt vizsgáltak a tudósok. Sokszor a kóma tulajdonképpen nem más, mint a halál egyfajta előszobája. Az ember különféle betegségek vagy sérülések miatt kómába esik, gépek tartják életben, vagy speciális gyógyszerekkel tartják fenn a szervezet utolsó megmaradt végvárait. Óriási jelentősége lehet, ha bebizonyosodik, hogy a kóma állapotában a tudatunk érintetlen marad, és valamilyen módon képes kommunikálni a fizikai világgal. Ez ugyanis bizonyíthatná a lélek halhatatlanságát is, és itt jön a még parább dolog. Egy nagyszabású kanadai kutatás szerint a haldokló és kómában lévő betegek ugyanúgy hallanak, mint az egészséges társaik. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy amikor az emberek a haldokló szeretteikhez beszélnek, azok valószínűleg tényleg hallják is őket, és megnyugtathatja, hogy ott vannak velük életük végén. A kanadai kutatás EEG-t használt arra, hogy a haldokló betegek agyi aktivitását észlelje. Az eszméletüket vesztett betegek EEG méréseit összevetették szintén haldokló, de még maguknál lévő betegekével és egy egészséges kontrollcsoportéval is. Az emberek mindegyikének ismétlődő hangokat játszottak le, de úgy, hogy a monoton hangokat néha anomáliákkal törték meg. A kutatócsoport három jelre figyelt fel különösen, amelyeknek észlelése azt jelentette, hogy az alanyok észrevették az anomáliákat. Vagyis tulajdonképpen tudatuknál voltak. Az eredmények azt mutatták, hogy a végstádiumban lévő betegek is ugyanúgy reagáltak a hangokra, mint a fiatal, egészséges résztvevők. Emellett a haldokló szeretteikhez beszélő emberek és ápolók is arról számoltak be, hogy a beteget megnyugtatja, ha beszélnek hozzá. Így, ha esetleg a szavakat mégsem tudja megérteni, azt valószínűleg tudja, hogy beszélnek hozzá, és nincs egyedül. Az is egyre biztosabb, hogy még az agyhalottak is képesek agyi jeleket produkálni, igaz, alig észlelhető mértékben, amikor beszélnek hozzájuk. Ez pedig a biológia jelenállása szerint ellentmondásos. Ez tulajdonképpen azt is jelentheti egyes nyitottabb tudósok szerint, hogy valóban lehet oda át valami, vagyis a halál beállta nem végleges, és az emberi tudat, a lélek még egy darabig elérhető a mi fizikai valóságsíkunkban is. Itt érdemes megemlíteni dr. Eben Alexander sebész esetét, aki világéletében ateista volt és nem hitt a halál utáni létezésben. Egészen addig, míg nem egy napon a másik oldalon találta magát. Az idegsebész 2008-ban egy őszi reggelen nagyon erős fejfájással ébredt. Az agy működése tulajdonképpen leállt. A Virginiai Lynchburg általános kórházba került, ahol abban az időben dolgozott, és ahol kollégái rövid időn belül megállapították, hogy nagyon ritka, leginkább újszülötteknél előforduló bakteriális eredetű agyhártya gyulladásban szenved. Az agy gerincvelői folyadékába bekerült E. coli baktérium óráról órára az agya egyre nagyobb területét pusztította el. Az intenzívre kerülve rövidesen tesz halottá vált,
7 napon keresztül feküdt kómában, teste egyáltalán nem reagált az ingerekre, magasabb rendű agyfunkciói pedig nem működtek. Alexander arról számolt be, hogy miközben kómában feküdt, elméje, tudata, belső lénye eleven volt, sőt, tulajdonképpen jól is érezte magát. Miközben az agykéreg idegsejtjei állítólag egyáltalán nem mutattak aktivitást, az agytól független tudatossága előtt az univerzumnak egy másik, nagyobb dimenzióját árult fel. Olyan dimenziók, amelyek létezéséről soha még csak nem is álmodtam, és amelyeket a régi, a kóma előtti énem lehetetlenségnek nyilvánított volna, mesélte el később az idegsebész. Nem én vagyok az első ember, aki megtapasztalta, hogy a testen kívül is létezik tudatosság. De úgy gondolom, senki nem utazott még a dimenziókban oly módon, hogy egyrészt az agykérge igazoltan teljesen leállt, másrészt az utazás teljes ideje alatt a teste folyamatos orvosi megfigyelés alatt állt. Az előbbi ténynek azért van jelentősége, mert a legtöbb magyarázat szerint a halál közel élményeket az agy csökkent oxigén ellátottsága idézi elő. Alexander azonban azt állítja, hogy esetében dokumentálhatóan nem az alulműködő agy furcsa kisülésének eredményei volt az élmény. Az ő agykérge CT felvételek és a neurológiai vizsgálatok során egyáltalán nem jelzett aktivitást. Az idegsebész hangsúlyozza, tisztában van vele, hogy története természet feletti, hihetetlen, és hogy orvosként korábban ő is halucinációnak tartotta volna. De tudja, hogy nem érzékcsalódásról van szó, az élmény valóságosabb volt, mint bármi az életében, beleértve az esküvőjét és a két fia születését is. Persze nem mindenki hisz a puszta beszámolóknak, mert ezeket valljuk be, nehéz leellenőrizni. Dr. Dóczi Tamás idegsebész szerint például Dr. Eben Alexander esetében lehet tudományos magyarázat az átéltekre. Dr. Dóczi szerint a barbituráttal előidézett mesterséges kómából az agykéreg működése kvázi nullára is lefolytható, de az agykéreg ilyenkor is életben marad, pedig gyakorlatilag halottnak tűnik. Alexander esetében az agyi aktivitás mérésére EEG-t használtak. Dr. Dóczi szerint az is előfordulhat, hogy az agykéreg izolált károsodása esetén a limbikus rendszer sértetlen marad. Ha pedig valóban így volt, akkor nem zárható ki, hogy Dr. Eben Alexander látomásaiért a működő limbikus rendszer lehet a felelős. Most akkor van élet a halál után, vagy sem? Ha azt érzed, hogy teljesen összezavarodtál, akkor nem vagy egyedül. Senki sem tudta még ezt igazolni, mert aki meghalt egyszer, az soha többé nem tért vissza, hogy elmesélje, mi történt, vagy hogy mivel találkozott oda át. Még az sem kizárt, hogy nincs is semmi, csak feketeség és örök csend. Ezt az emberek nagy része egyszerűen képtelen elfogadni. Ezért is alkottuk meg a vallást, és a vallások a halál után életről szóló mítoszait. Ez az emberiség legnehezebb létkérdéseinek egyike. Ha feltételezzük, hogy az emberi létezésnek van egy nem anyagi, nem múlandó része, akkor az még komplexebbé teszi a kérdést. A halál beálltának megállapítása után a test egyes részei még egy-két napig életben vannak. Ezt sugallják a legfrissebb állatkísérletes eredmények is, miszerint sok gén aktivitása egyenesen fokozódik a halál utáni 24, 48, sőt 96 óra elteltével. A kísérletes eredmények egyelőre csak egér és zebrahal vizsgálatokból származnak, de sok jel utal arra, hogy egyes gének az emberek halála után is aktívak maradnak. A Seattle University of Washington kutatói Peter A. Noble mikrobiológusnak és csapatának az érdeme, hogy ma erről már van némi fogalmunk. Sőt, a kutatások ennél is érdekesebb dolgokra világítottak rá. Vannak úgynevezett túlvilági gének, melyek egész végig inaktívak, és csak a test halálakor aktivizálódnak. Azt is megfigyelték, hogy olyan gének és sejtek is életre kelnek, melyek utoljára magzati állapotban voltak működőképesek. Ezeknek a géneknek tehát egyértelműen van valami szerepük a halál folyamatában, vagy talán épp ezek lehetnek a kulcs ahhoz a bizonyos túlvilágra vezető ajtóhoz. Hogy mi ebből az egészből a konklúzió? Nehéz megmondani, mert mindenki mást fog kihámozni belőle, attól függően, hogy milyen neveltetése, vagy hogy milyen világnézete van, milyen vallást követ. Egy biztos, a halállal mindannyiunknak szembe kell néznie egy napon. A halál árnyéka lépten nyomon az életünkre vetül, keserédes csókját pedig azoknak adja, akiket örökre magával ragad. Egyetlen emberről tud a mai emberi történelem, aki képes volt visszatérni a halálból, aki az egyetemes szeretetre hívta fel a világ figyelmét. Jézusnak hívták.
A halál utáni élet ígéretének romantikus déli bábjában azóta is több milliárd ember hisz világszerte a Földön. Őket pedig egyetlen kutatás sem fogja meggyőzni arról, hogy üresség és csönd várna oda át. Az elhunyt szeretteink sosem jönnek már vissza, és égető űrt hagynak maguk után. Hiányzik a játékosságuk. Hiányzik az, hogy a kandalló előtt az unokákkal játszanak. Hiányzik, hogy esti mesét olvassanak, hogy ott legyenek az esküvőkön vagy a vacsora asztalnál. A halál utáni élet lehetőségét mindenki másképpen értelmezi. Mint az utazást, és ezt a példát azért hoztam, mert A pontból B pontba rengeteg féleképpen el lehet jutni, ez függ az utazó habitusától. Hisz az élet nagy tengerén olyanok vagyunk, mint a hullámok, amik egymásba érnek. Vannak emberek, akik vonatra ülnek és hagyják, hogy sodorja őket az ár. És vannak, akik maguk útját járják tovább. Itt nincs jó vagy rossz választás. Ki milyen korszakán megy át éppen az életének, úgy másként értelmezi a halál utáni életet is. Most ezekben a pillanatokban is vannak olyanok, akik keresik az útjukat, akik nem találnak ki a rengetegből, vagy olyanok, akik még a nagy kaland előtt állnak és az életük térképén próbálnak eligazodni. Vannak, akik gyászolnak. Vannak, akik nevetnek, és vannak, akik szeretnek. Akik megfáradtak az úton, megpihennek, vagy elegük lett mindenből. Vannak olyanok, akik az életük legsötétebb pillanatain vannak túl, és olyanok, akikkel madarat lehetne fogatni. Így megy ez. Tulajdonképpen ez az egész nem más, mint az élet. Az, amit sokszor észre sem veszünk, csak ha már nincs, csak ha már valaki kilép ebből a közegből. Hogy van-e a halálunk után valami? Ki a fene vagyok én, hogy ezt megmondjam? Valójában ezt mi magunk döntjük el ott legbelül, mélyen, önmagunkban.